Szaldubosón születtem, 1933. december 26-a. Vagyok 88 éves, Szeredán piacon szerte kell nézni, látni kell, hallani kell, az embereket meg kell ismerni, mert sok embert ismer az ember, és akkor tárték az idét, délutáni busza jöjj haza. Bánkő Eszter vagyok, voltam, most Kolumbán Eszter vagyok a férjem után, 1936-ban születtem Szaldobosón, májál is volt itt a futballpályán. Nem kérdezték. Megrészegedett, azt mondták, mondja már. Úgy meg volt részegedve, nem tudta, hogy hol van a feje. Már arra kell mennie, mit kell csinálni. Mondd egyébként, mondd egyébként. Mondtam, hogy menjen át, azt mondta, hogy nem menj át, azért ide, itt marad. Mit csinálj? Az egyetértéssel, és az egymás való szeretettel, és a békességgel így telik el csak. Másképpen nem tudják átállni ez a sok idő, amit eltöltöttünk együtt. Kicsi koromtól fogva állandóan munkában voltam. Jártam iskolába 7 esztendeig, akkor annyit kellett. Azután erdőn, mezőn dolgoztam. Étel volt, mert anyám főzött, de 47-ben nagy szarosság volt. Akkor csak azt tettünk, ami volt. Kicsi volt az étel, nehéz volt a világ helyzete. Mindent meg tudtunk enni, mert nem volt semmi. Szükség volt. Mezitláb jártunk aratni, búz aratni a földön, mezitláb. Nem volt papucs. Menni kellett a tányok előtt, a kenyeret levágtak, és a karriát ide belehúztak. Mentem, azt tettem a tányok előtt. Mikor 5-esztendős, 6-esztendős, akkor már tették az embernek a kapát a kezébe, búzaratáskor a szállat szedni kellett, nem volt játszani idő. Nem játszottak most akkori gyermekek. Mostan gyermekek 15-esztendős, most is játszodnak, akkor most jobb világ van. Mostan gyermekek nem tudják, mi az élet. Apám, anyám megteremt mindent, én meg tudok játszodni. Mehetszük akár már rá. Ha kívánkozom ide, oda rasznak, ha kívánkozom oda, oda rasznak, engem csak az erdőre rasztották, és a másikra. Nyomorúság, nehézség a gyermekkoromtól fogva végig. Én sosem tudtam azt mondani, hogy hetekig múlottam, vagy nem tudom mi, mert legény koromban is, mikor ha leszereltem katonaságtól, homorodban az eszkagyárban dolgoztam. Van 8-tal lenyugdíjam. Leelég. Meg kell elégedni vélem. Azt mondta a közmondás régen, aki sokat keres, sokat küld. Aki kevesebbet a beosztás, annak es van. Édesanyám nevelt, mert apámot elvitték katonának. Azután pedig nagyanyám és nagyapám támogatásával voltunk meg, mint gyermekek. Én akkor, mint leánka, 7 éves koromban már pánikkel előtt jártam ABC-t, ott tanultam és a szurzőtáblát. Akkor sokat jártam a baróti mezőre, apám ott kaszált, volt a dungóban 5 hölt kaszáló. Oda jártam, oda hordtam apámnak az ételt, ott akartam reggeltől estig. Korán, amikor baraton kürtölték a csordát, akkor már apám a reggelit ette. Akkor 11 éves leánka voltam. Akkor pedig 16 éves koromban apám elhagyott a családot, elhagyta,
és elmentem udvarháré az egészségügyi iskolába. Kaptam minden hónapban 300 lei ösztöndíjat, abból éltek a két testvérem és anyám. Ott a szomszédban laktunk, és ott is már köttünk egyszer. Ő aztán kezdett nekem udvarolni, és jönni hozzám. Hogy? Legény ember volt. Fogott az alkalmunk. Hát aztán, ha jöttél, akkor kellett fogadjalak. Mert az olyan dolog, hogyha én helyabba futok, onszakér utána majd nem veszélytél. 24 órába dolgozott, akkor nem hazajött. Jött a mezőre, keresetnek, hol vagyok. Ne dolgozz, Eszti, feküdj le, Eszti, az árnyékba. Nem tudt aludni, csak feszülökként dolgozott. Hát én ennek oka nem vagy. Ilyen huszontartó feszeküdés nincsen. Ő, amikor kiabál, én hallgatok. De így kell álltál így. A víz sem foly egyforma. Egyszer megnő, kijő, úgyhogy a házas életes olyan. Felturázik, megcsendesedik, jól van, későbben már este van vasszár, mit csinál? Imádkozom minden áldotást a reggel, hogy fel tudok állni és élni tudok még, mert voltam sokat beteg. Én csak annyit tudok mondani a mostani fiataloknak, becsüljék meg egymást. Szeretetben, békességben neváljék fel a gyermekeiket, hogy arvan ne nőjenek.